Az AKG, azaz Agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás kiírása egy 5 éves célprogram, amelyben a környezettudatos gazdálkodást helyezik előtérbe. Az elérhető források kiemelten támogatják a biológiai sokféleség megőrzését és a környezettudatos gazdálkodást a fenntartható tájhasználat kialakításával. A 158 milliárd forintos keretösszegből várhatóan 11 ezer pályázót támogatnak majd. Az agrárkörnyezet gazdálkodási támogatást, illetve az ökológiai gazdálkodásra való átállásnak a támogatásának a határidejét december 7-ről december 31-re hosszabbították meg. Ez azt jelenti, hogy az ügyfélkapun az elektronikus beadási felületen kell adni a pályázatot, hogy ennyivel később is be lehet adni, tehát december 31 lett az új határidő. Természetesen így is viszonylag rövid ez, a, ez az idő, aki még csak most kezdett el gondolkodni, hiszen itt nem csak, a, területek, nem csak hogy fel, a területeket fel kell vinni itt a pályázati felületre, előtte gps -el be is kell mérni, és a bemért területekkel lehet már csak pályázni. Az agrárkörnyezet gazdálkodási támogatás gyümölcsösökre hektáronként 300 ezer forintot, szántó esetében 80-90 ezer forintot, míg gyepre 50 ezer forint plusz forrást jelent a gazdálkodók számára. Idén az állattartó gazdák számára van még folyamatban egy pályázati lehetőség, aminek keretében trágyatárulók kilakításához szerezhetnek forrást, mondta el a szaktanácsadó. Ez egy ö, olyan pályázat, amiben egyénileg és kollektívan is lehet pályázni, az egyéni pályázók maximum 50 millió, a kollektívan csoportosan pályázók már 100 millió forint pályázat, támogatásra részesülhetnek. Itt, ö, szigetelt betonalapú trágyatárolók kialakítására, trágyakezelésre, csapadék elvezetésre, trágyakezelés monitoringozására, valamint trágyakezelő eszközöknek a beszerzésére lehet pályázni. A pályázati felhívás már megjelent, a beadási időszak az december 20 és január 20 között lesz. A tárolók kialakításához a meghirdetéskor rendelkezésre álló keretösszeg 5,6 milliárd forint, amit várhatóan 100-150 pályázó között osztanak majd szét, tette hozzá az ügyvezető.